Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, örömmel találkozom most is veletek, majd egy királyról fogok veletek beszélgetni, meg is jegyzitek biztosan nevét, így hívják, Ezékiás király. Ezékiás király nagyon szerette Istent, mert ez az igazság, hogy nem minden király szerette Istent, nem minden király hitt ám Istenben, nem minden király volt olyan nagy lelkű, mint Ezékiás király. A szíve teljességével szerette Istent, és ez a szeretet megnyilvánult abban, hogy jó volt az emberekhez, hogy imádkozott, szeretett az Úrnak énekelni, és sokszor a szegényeken is segített. Tehát ez egy különös király volt. A történelemben majd ti is hallotok királyokról. Nem minden király volt Isten hívő. És ezek a királyok, akik nem hittek Istenben, és nem szerették Istent, azok sokszor kegyetlenek voltak, rosszak voltak. Néha a koronájukhoz kaptak idegességükbe, és verték az asztalt, hogy minden úgy legyen, ahogy én a király parancsolom. De Ezékiás király hitt Istenben, és jó szívű, csendes ember volt, imádkozott, nagyon jó király volt. Milyen király volt? Nagyon jó király volt. Hát aztán ugye a királynak, tudjátok jól, hogy népe is van, mert hát egy király nép nélkül nem király. A szobájában nem lehet senki se király, hanem ő Juda királya volt. A téli országrésznek a királya volt. Az országnak volt még egy másik királya, az az északi országrész, de mi most csak a déli országrésznek a királyáról beszélgetünk, Ezékiásról. Hát a király jó volt, de a nép nem volt jó. A nép az úgy élt, hogy hát minket olyan nagyon nem érdekel Isten. Minket az érdekel, hogy a pocakunk tele legyen, hogy finomakat együnk, hogy nagy finomakat együnk, és jól érezzük magunkat, meg aztán megígyunk egy piros, vagy vörös, vagy sárga színű bort, és aztán jól érezzük magunkat, minket, Isten, Isten nem érdekel. Nem követték az emberek Isten akaratát. A király sokszor szomorú volt, hogy ilyen a népe. Sokat gondolkozott azon, hogy mit tehetne a népért, hogy ne ilyen legyen. Ez a nép sokszor valami rosszat csinált, és voltak olyan bálvány szobrok, akiket istenként imádott a nép. Azt mondták, hogy nem az az Isten, a valóságos Isten, az a láthatatlan Isten, akibe Ezékiás király hisz, hanem mi csinálunk magunknak kőből Isten, és akkor azelőtt hajlongunk, és azt mondjuk, hogy Istenkém, segíts meg. És ez a nép sok rossz dolgot tett, bűnös volt, hazudtak, káromkodtak,
csipkelődtek, megtéptek sok embert, és rosszak voltak, és csúnyán beszéltek. Nem fogadtak szót a gyerekek a szüleiknek. A nagyszüleiket kigúnyolták. Ó, vén szatyor, mondták a nagyszülőkre. Hát, tudjátok, hogy milyen csúnya dolog az, amikor nem szeretjük a szüleinket, nem szeretjük a nagyszüleinket. Csipkelődünk, rosszak vagyunk. És így tovább. Na hát, ez a nép rossz volt. Nem követte Isten akaratát, nem szerette Istent. És volt ugye ott Júdában egy gyönyörű templom, amit Salamon király építetett. Szép volt, ott állt gyönyörűen a templom hegyen. Nagy udvara volt, volt előtt egy áldozati oltár. Hát az emberek nem jártak a templomba, az ajtó be volt zárva, végül is beszögezték, egy nagy lécet tettek oda, és a ácsmesterek nagy szögekkel beszögezték az ajtót, hogy be van zárva, ide még az egér se jusson be. Nem jártak az emberek a templomba. Hát, ez szomorú dolog. Ti jártok a templomba? Ti keresitek Istent? Hallottatok már Jézus Krisztusról? Tudjátok, hogy ő a megváltó? És hogy ő a szívünket megtisztíthatja? És jóvá tehet minket? Hallottatok már ő róla? Szóval a templom az üres volt. Aztán, amikor látta Isten, hogy hát ennyire gonosz ez a nép, akkor megbüntette Isten ezt a népet, akik Júdeában laktak. Hogyan? Hogy büntette meg? Isten megengedte, hogy rájuk rohanjanak a rablók, a portyázó csapatok. Fosztogatták, bementek a lakásokba, és elvették még az ennivalót is tőlük. Volt, amikor a kisebb gyereket is a családból magukkal vitték. A földeken a termést elhordták az ellenség, és nem volt mit enni. A gyümölcsfákról is leszette az ellenség a gyümölcsöt, a körtét, a szilvát, a barackot, a szőlőt is leszették, és elhajtották a birkákat, a teheneket, és kuplalt a nép, és akkor magukba szálltak és sírtak az emberek, hogy azért van ez, mert Isten keze sújt minket a mi bűneink miatt. És Ezékiás király nagyon határozottan előállt, és megparancsolta az erős embereinek, hogy ezeket a szobortól készült nagy istenségeket rombolják le, amiket a hegyen építettek, rombolják le, törjék, zúzzák össze, hogy a nép ne imádjon bálványokat, hanem térjen vissza a nép Istenhez. És így aztán az emberek szíve megfordult Isten felé, bűnbánatra jutottak, és keresték Istent. Teltek, múltak az évek. Ezékiás király, aki jó király volt, aki szerette az embereket, egy napon súlyosan megbetegedett. Nagyon súlyos volt. Ízzadt. Láza volt. Halálos beteg volt. Nagyon rosszul érezte magát. Fájt neki mindene. A karja, a feje, a lába. Nagyon, nagyon rosszul érezte magát. És ekkor, mikor ott szenvedve feküdt
betegen, az ágyán Ezékiás király meglátogatta őt egy proféta Isten embere, aki Istentől kap üzeneteket. Így hívták, hogy Ézsaiás proféta, és elment ehhez a királyhoz, és azt mondta neki, hogy, hogy rendeld el az életedet, és meghalsz, király. A király nagyon megdöbbent, hát azt mondta, hogy én jó voltam, a népem volt a rossz, és hogy én halok meg. Király nagyon nagy, megszomorodott, törülgette a szemét a zsebkendőjével, sírt, fájt neki ez, amit Ézsaiás mondott neki, hogy meg fogsz halni, rendeld el a házadat. És akkor, amikor a király bocsánatot kért Istentől, kérte, hogy adjon neki új szívet, akkor Isten visszaküldte a prófétát hozzá, és azt mondta neki, hogy nem fogsz meghalni, mivel őszintén kerested Istent, és imádkoztál, nem fogsz meghalni, még 15 évet kapsz kegyelemből. És akkor a király nagyon boldog lett, felerősödött, és továbbra is Isten szolgálta, és énekelt, ki él, az dicsőíti Istent. Áldásul volt nekem ez a sok szomorú nap, mondta. És hát ez a király aztán még él 15 évig, még nagyobb szeretettel szerette az embereket, és uralkodott, amíg el nem jött a halálának a napja.